Van szerencsém bejelenteni, hogy itt és most bemutatásra kerül Petőfi Sándor a Helység kalapácsa című remek műve. Hoppá! Amely 1844. augusztusában íródott Peste! Bocsánat! Az első énekben álmából fölébred egy fogoly, s szabadulást tervez. Geiger Robival a barátságunk már nagyon-nagyon régóta datálódik. Mi nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon jóban vagyunk, úgyhogy időről időre mindig felhívjuk egymást telefonon. Egyáltalán nem volt szokatlan számomra, hogy most is felhívott, csak az volt a kérdés, hogy miért. Ezelőtt 12 évvel megszületett a Bőrönmese című gyerekmusical, amit szintén úgy történt, hogy a Robi felhívott és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem megalkotni Duba Gábor szövegíró barátommal ezt a bizonyos művet, és azóta évről évre, majdnem minden évben készítünk egy közös produkciót, úgyhogy most, amikor megtalálta a Helység kalapácsa című művel, én nem is nagyon csodálkoztam, inkább izgatottan álltam a dolog elébe. Csak annyit kértem tőle, hogy hadd elevenítsen fel ezt a bizonyos művet, mert ugye gyerekkorom óta én ezt nem nagyon olvastam. Amikor átolvastam, akkor szembesültem vele, hogy ez bizony nem egy verses mű, és nincsen konzekvens ritmusa, prozódiája. Éppen ezért azt mondtam neki, hogy csak abban az esetben tudom elvállalni a megzenésítését, hogyha bizonyos szövegrészeket kiemelünk a műből, ezt behelyettesítjük vicces versekkel, odaillő vicces versekkel, és ezeket komponálom meg. Úgyhogy így is történt, kb. Egy hét alatt megszületett ez a bizonyos mű, és Duba Gábor szövegíró barátom zseniális verseire sikerült jópofa dalokat írnom. Egyes mű kezdetekor elolvasom a librettót, a szövegkönyvet, és megpróbálom beleélni magam abban a korban, abban a millióban, amiről éppen szól az a bizonyos mű. Tehát, hogyha valaki azt feltételezi, hogy én csak bombonos dalokat fogok írni, az nagyon téved, mert hiszen mindig megpróbálok annak megfelelően olyan zenei stílussal, olyan dallamvilággal dolgozni, ami nagyon odaillik abban a bizonyos millióban. Úgyhogy most is ez történt, hogy bár megpróbáltam felidézni ugye az 1800-as éveket, de mivel én annyira nem vagyok annak a zenei érának a tudója, ezért az én általam elképzelt 1848-as évek zenéjét próbáltam megvalósítani, de amire nagyon figyeltem, hogy minden egyes dal kicsit más legyen, tehát változatos legyen. Természetesen készült olyan instrumentális zene is ebben a műben, amik egy picit a verbunkosra hajaz, amire ugye lehet táncolni, amire éppen bizonyos jeleneteket elő lehet adni. Úgyhogy remélem, hogy most is sikerült eltalálni azt a fajta hangnemet és azt a stílust, ami illik a műhöz. 55 éves, mégsem vén,
nagyon nagy örömmel látom egyes filmekben, hogy egy bizonyos rendező, vagy zeneszerző, vagy éppen egy színész kameózik másnak a filmjében, vagy pedig a sajátjában, mint például Alfred Hitchcock. Én csak akkor szeretek szerepelni a színpadon, hogyha tényleg szerves részét képezem annak a bizonyos műnek, úgyhogy most ez nem is fordult elő, ez az ötlet ebben a dologban. Itt kifejezetten csak zeneszerzőként vagyok nyilvántartva, de hogyha felkért volna Robi az egyik szerepnek a megformálására, akkor elgondolkodtam volna rajta. Ó, feje nagy, ne mondd azt még egyszer, hogy nem hiszed szívem szavát, te okos vagy, ráadásul szép ember, hát ne kétkedj bennem tovább. Ó, szívemnek hölgye, te ártatlan, én hiszem, hogy bűntelen vagy. Úgy már csak egy vágyam van, hogy örökké velem maradj. A szerelem arany húza, te is ég két szép karász. Most boldogan élhetünk újra, és sejtek én, a kántor most lakolni fog.